Sziasztok, okoskák! Hú, de hosszú napom volt. Míg várom a buszt, addig megjutalmazom magam egy csomag málnával, és mikor hazaértem, akkor mesélek. Gyertek velem! Na, pikpak, haza is érkeztem, kiálltam gyorsan a teraszra, mert látom, hogy még a lemenő napsugarait ki tudom használni. Mostanában eléggé rám jár a rúd, és többen kérdeztétek, hogy mikor költözünk vissza Budapestre, amikor itt úgysem lehet boldogulni, hiszen micsoda dolog, hogy több mint 200 pályázaton vagyok túl, és még nem sikerült normális eredményt felmutatnom a munkaterén. Hát nem lenne sokkal könnyebb életem Budapesten? Ott kapkodnak az emberek után, az orosz, az angol, a német kombó, az meg végképp hely, de jó. Itt meg semmi extra, hogyha valaki beszél 5-6 nyelvet, legalábbis az én környezetemben. Először is ki tudja még, hogy alakul ez a sztori, simán benne van, hogy visszaköltözünk Budapestre, de az is benne van, hogy nem. Én Magyarországon is magasan az átlag fölötti jövedelemmel rendelkeztem, úgyhogy nem megélhetési gondok miatt költöztem ki. Igaz, ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy a doktori ösztöndíj az nagyon magas, és mellette én még dolgoztam is elég sokat. És azért gondoltam, hogy a most a legjobb időszak a dobbantásra, hogyha dobbantani akarunk egyáltalán valamikor is, mert soha nem lesz ennyire kevés felelősség az életünkben. Nincs gyerekünk, nincs hitelünk, nincs ingatlanunk. Hát mikor kockáztasson az ember, hogyha nem most? Szerintem soha nem lesz többé olyan életszakaszunk, amikor ennyire kevés felelősséggel tartozunk bármi iránt is. Valahol azt olvastam, hogy minél lépéssel korábban kell belefogni bármibe, amiben bele szeretném, mint hogy készen lennél rá. Mert az ember sose készül el, sose lesz készen teljesen, és mindig csak halogatja a dolgokat, én vagyok rá az élő példa. Januárban kitettem a motivációs táblámra, hogy majd szeretnék rendszeresen edzeni járni. Április vége van, nem, ma már május elsője van, és én még semmit nem tettem azért, hogy jobban nézzek ki, csak nézek rá, mint Bóri az új kapura, úgyhogy rólam ne vegyetek példát, mert én vagyok a halogatás mintája. Szóval miért Svájc? Emlékszem az első pillanatra, amikor belebolondultam, de akkor még annyira messze voltam az álmom megvalósításától, mint Makó Jeruzsálemtől. Épp vizsgaidőszak volt, és a barátnőmmel a kollégiumban sóhajtoztunk a tételek fölött, amikor valahogy a kezembe akadt egy statisztika az európai minimálbérekről. Tudom, Svájcban nincs minimálbér, ettől most tekintsünk el. És a listán magasan vezetett a svájci jövedelem, és én akkor elhatároztam, hogy én itt fogok élni. Addig semmit nem tudtam az országról, gáz vagy nem gáz, nem tudtam, hogy 4 államnyelve van, semmi egyebet. Aztán elkezdtem kutatni, az érdeklődésem megszállottságá alakult, és most itt tartok. Ennyi választ el attól, hogy elkezdjen habzani a számszéle. Amikor először meséltem erről az ismerőseimnek, az első reakció az volt, hogy na, messzebbet nem tudtál választani? Meg azt hiszed, hogy oda olyan könnyű kikerülni? Mindenki Svájcban akar élni, hogyha olyan könnyű lenne, mert mindenki ott élne. És az annyira visszavetett, megingott a hitem magamban, hogy tényleg ez nehéz, és ugyan miért sikerülne nekem? Na ezt ne csináljátok, ne engedjétek, hogy bárki más becsmérlő szava, vagy akármilyen véleménye eltántorítson titeket attól, hogy megpróbáljátok az álmatokat megvalósítani. Lehet, hogy nem sikerül, mert benne van, hogy nem sikerül, de megpróbálni attól meg lehet. Aki esküvői szalont, van, aki Ausztráliába akar költözni, vagy könyvet akar írni. Minden állam egyformán értékes, akár kicsi, akár nagy, nincs mit hasonlítgatni, mert ez nem arról szól. Bármiről álmodsz, bármit is szeretném megvalósítani, ne engedd, hogy mások lebeséljenek róla. Azt se engedd, de azt se, hogy lebeszéljenek róla. Hogy amit számít, hogy ki mit gondol. Nekem egy szakmai kapcsolatom azért szakadt meg a mentorommal, mert nem értett egyet azzal, hogy Zürichbe költöztem. Igazából már azt sem tetszett neki, hogy Budapestre költöztem a doktori miatt, de utána, amikor abszolváltam, akkor az lett volna az elvárás az én irányomba, hogy akkor majd visszaköltözöm Kárpátaljára, és szaporítom a kárpátaljai magyarok számát, utódokat vállalunk, és úgy egyáltalán jó magyar leszek. Ha csak így lehet jó magyarnak lenni, akkor nekem elég rosszul áll a szénám. Én utazni akarok, be akarom járni a világot, szeretnék létrehozni egy ösztöndíjat kárpátaljai magyar diákok számára, csak hogy néhányat említsek a hosszú távú terveim közül, és akármennyire is jól keles az ember Magyarországon, nem gondolom, hogy erre tudtam volna áldozni annyit, amennyit szeretnék. És biztos vagyok benne, hogy ezeket az álmaimat itt sokkal könnyebben meg fogom tudni valósítani, még akkor is, hogyha most nehéz, mert nehéz. De a befektetett munka mindig megtérül, és utána klasszisokkal könnyebb lesz. A legnagyobb álmom az az, hogy Kárpátalján új munkahelyeket hozzak létre, és még fogalmam nincs, hogy hogy fogom megvalósítani, vagy hogy kéne egyáltalán hozzákezdeni, mert nem tud mindenki külföldre költözni, hogy jobban éljen, és az az igazság, hogy nem is akar mindenki. De az, hogy Kárpátalján 40-50 ezer forint a havi átlagfizetés, az botrányosnak tartom, miközben az árak budapesti árakkal vetekszenek. Tehát Beregszászban egy lakás bérleti díja 400 dollár. Ne vicceljünk már, nekem a belvárosi lakásom került annyiba. Szóval az árak el vannak szállva rendesen, de a fizetések meg sehol nincsenek ehhez képest. És amikor kérdezik itt a barátaim, hogy mi újság otthon, milyen az élet, és mesélem nekik ezeket a dolgokat, akkor néznek rám, mint az UFO-ra. Egyszerűen felháborítónak tartom ezt. Ugyanolyan értékes emberek élnek ott is, mint bárhol másutt, és megérdemlik a nyugodt életet.
Na, most kivágtam egy jó kis hazafias beszédet, hogy Piri bácsi Zoli néni megnyugodhasson, hogy mégiscsak magyar vagyok a szívem mélyén annak ellenére, hogy elköltöztem. Szóval ki tudja, hogy mi lesz ezekből az álmokból. Lehet, hogy semmi, mert bennem, ahogy nem lesz semmi. De remélem, hogy minél több mindent meg tudok valósítani belőle. És ha esetleg mégis úgy alakul, hogy valahol sepregetni fogok, akkor azzal a tudattal akarom végezni a munkámat, hogy én mindent megtettem. És hogy nem sikerült, az nem tőlem függött. Úgy látom, hogy ennyi fért ebbe a videóba, mindjárt lemerül a kamerám. Köszönöm, hogy megnéztétek, és a jövő héten valami mással jelentkezem. Sziasztok!